Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Gondolkoztak már azon, hogy e heti szabad idejüket mivel, hogyan, hol kívánják eltölteni? Amennyiben nem, vagy még bizonytalanok lennének, igyekszem ismét egy kis segítséget nyújtani. Terézváros eseményei mellett budapesti és vidéki helyszínek programjait is egy csokorba gyűjtöttem. Lesz itt minden. Strand, fesztiválok, gasztronómia, szabadtéri színház, kiállítások, koncertek, hogy csak néhányat soroljak a lehetőségek közül. Az egyik programhoz kapcsolódóan pedig beszélgető partner is érkezik hozzám. Érdemes lesz tehát ma is velem tartani. Líra. Irodalmi sorozat. Terézváros önkormányzatának új irodalmi sorozata következő állomásához érkezik. A program vendége Tóth Krisztina költő, író, műfordító, aki legutóbbi könyvéből a Párduc pompából tart felolvasást. Szeretettel várnak mindenkit a Hunyadi térre július 26-án szerdán 17 órakor. Füranikó koncert a Hunyadi téren. A népszerű térzene, zenetér rendezvénysorozat következő állomáson egy fantasztikus koncertre invitálják a szervezők a közönséget. A Jászai Mari díjas színésznő és érdemes művész Füranikó és zenésztársai igényes és egyedi koncertet adnak július 29-én szombaton 18 órától a Hunyadi téren. A részvétel a rendezvénysorozat minden állomásán így most is ingyenes. A programajánló végén vendégem Füranikó lesz. Kortárs találkozások a rezident art szervezésében. Az Andrássy úti galéria újabb izgalmas sétára invitálja a művészetpártolókat. A kortárs művészeti sétán egy-egy budapesti művész műtermébe, valamint 2-3 kortárs kiállító helyre látogatnak a résztvevők. Lehetőség lesz megismerkedni a galériák profiljával és munkatársaival, akiktől első kézből lehet információt szerezni az aktuális kiállítási anyagról. A műtermekben pedig közvetlenül a művésztől hallhatnak saját alkotásairól, és az alkotói folyamatokról. Július 28-án pénteken délután 4 órakor szeretettel várnak minden érdeklődőt az Operaház lépcsőjéhez, és már indulhat is a nívós művészeti túra. Tihanyban a játékszín. Évek óta hagyomány, hogy a népszerű Terész körúti színház nyári országjáró útjára indul. A nyári tájelőadás sorozat keretein belül a színház szűk 2 hónap alatt 12 városban 21 alkalommal szórakoztatja a közönséget legkedveltebb előadásaikkal. A teátrum színeiben 129 színész kell útra júniusban, köztük népszerű művészek, mint Vári Éva, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Gáspár Sándor, Pokornilia, Szabó Győző és Lengyel Tamás. A program eheti állomása Tihanyban lesz, ahol a kellemes húsvéti ünnepeket állítják színpadra, Szabó Győző és Bata Éva főszereplésével. Egy fergeteges komédia a játékszín sztárjaival várja a nézőket július 29-én szombaton Tihanyban. Muzsikás együttes a Benczúr kerti estéken. A több mint 4 évtizede alakult muzsikás együttes világszerte a legismertebb magyar népzenei együttes, akiknek elsőként sikerült elfogadtatniuk a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. A távoli erdélyi, moldvai, dunántúli, szatmári, kicsi falvak zenéi, talai mindig megfogták, elvarázsolták az odalátogatókat. Ezt a már egyre inkább eltűnő, izgalmas hangulatot varázsolja vissza a színpadra a muzsikás és vendége a fiatal népdalénekes Kacsó Hang. Páratlan zenei élmény néptánccal fűszerezve, erre számíthatnak azok, akik a Benczúrház kertjébe látogatnak augusztus 3-án csütörtökön este 8 órakor. Terézváros eseményei után budapesti helyszíneken is 2 szabadtéri, egy nappali, illetve egy esti programot szeretnék figyelmükbe ajánlani. A két lotti a budapesti nyári fesztiválon. A 2017-es budapesti nyári fesztivál ismét számos, igényes programmal vár mindenkit több budapesti helyszínen. Ezen a héten a Városmajori szabadtéri színpadon egy igazi édes klasszikus látható. Ki ne ismerné a nyári táborban egymásba futó Lotte és Luisa történetét. Találkozásukkor rögtön feltűnik nekik, és mindenki másnak is, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Mintha ikrek volnának annyira. Összedugják a fejüket, hogy a hasonlóság rejtélyét megfejtsék, így kiderül számukra, hogy valóban ikrek, csak szülei kényszerű korai válásukkor megosztottak rajtuk, amikor ők még csecsemők voltak. Most azonban nagylányok már. Tudják, mi a teendő, hogy a felnőttek ballépését helyre billentsék. A Budaörsi Latinovic Színház és a Múzsák Társulat közös előadása igazi nyáresti kikapcsolódást ígér július 28-án pénteken este 6 órától a Városmajorban.
Strandok éjszakája 2017. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére idén 8. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját. Számos fővárosi és vidéki létesítmény készül erre az alkalomra, különleges programokkal, kedvezményekkel, éjszakai nyitvatartással. Budapesten az Aquaworldben és a Palatinuson lehet egy felejthetetlen estét eltölteni, ahol jóval többel várják az érdeklődőket, mint amit egy átlag napon a strandok nyújtanak. Családi és gyermekprogramok, vízi csata, akvagimnasztika, vizes koncertek és még sok más érdekes program vár mindenkit a Strandok éjszakáján, július 28-án pénteken. Az eseményben résztvevő intézményekről és programjaikról tájékozódjanak kérem a Fürdőszövetség weboldalán. 4 vidéki helyszín is izgalmas programokat tartogat a héten, 4 egészen különböző fesztiválra szeretném most önöket meginvitálni. Dumafüred 2017. A felhőtlen szórakozás a fővárosból júliusban a Balaton partjára költözik. A stand-up comedy csillagai évek óta elviszik a nevetés és a humor örömét a magyar tengerhez, idén sem lesz ez máshogy. A nyár legnépszerűbb 10 napos humorfesztiválján a közönség összes kedvence fellép, így együtt szórakozhatunk Hatházi Lászlóval, Kőhalmi Zoltánnal, Kappal és a többiekkel. Aki igazán vicces nyári estékre vágyik, annak Balatonfüreden a helye július 21-e és július 30-a között. East Fest mezőtúr 2017. Gyönyörű, árnyékos liget tele több évtizedes fákkal. Hatalmas, zöld, füves terek. Tiszta, gondozott, barátságos, retro strand. A környezet már önmagában rabulejti a látogatót. Ehhez jön a magyar könnyűzenei élet krémje, a kimagasló minőségű színpadtechnika, a fesztivál idejére mezőtúra költöző, sajátos hangulatú építmények sokasága. A 6 napos strandfesztiválon népszerű fellépők gondoskodnak a zenei élményről, mint a Halott pénz, a Tankcsapda, a Brains vagy a Punani masszív. Aki részese szeretne lenni Magyarország legdinamikusabban fejlődő fesztiváljának, annak a mezőtúri városi fürdőben a helye július 25-e és július 30-a között. Bővebb információt az East Fest Facebook oldalán találnak. Mátra Open nyári borfesztivál. Aki úgy érzi, nem bírja ki őszig borfesztivál nélkül, annak a Mátra Open borászai július végén megrendezik a nyár legnagyobb borfiesztáját a Mátrában. Lesz itt minden koncert, zene, tánc, kiváló mátrai borok, na és finom falatok. Akinek pedig túl meleg a július, az a 110 éves pincerendszerben találhat hűvös menedéket, ahol vezetett pincetúrák keretében ismerhetik meg a résztvevő Mátra múltját, jelenjét és jövőjét. Kocintásra fel, szeretettel vár mindenki Gyöngyös július 29-én délután 3 órától. Neked szabad, Réf Fülöpöm. A Neked szabad egy közösségi befogadó tér a Balaton északi partján Réf Fülöpöm. A Kacsajtósi úton megnyitják a kertet, ahol jobbnál jobb programokat szerveznek. Lesz itt minden kertészkedés, főzés és lakmározás, ivás és mulatozás, mozgás, workshopok izgalmas emberekkel, akikkel együtt lehet tanulni, alkotni, zenélni, nyaralni. Július 31-ig egy igazán izgalmas, új kezdeményezés részesei lehetnek tehát a Réf Fülöpre látogatók. Az eseményről több információt a Neked Szabad Facebook oldalán találnak az érdeklődők. Nézőink megszokhatták, hogy mindig egy-egy érdekes program kapcsán beszélgető partner érkezik hozzám. Ma sem lesz ez másképp, de vajon ki ül itt velem szemben? Na jó, adok egy kis segítséget. Népszerű Jászai Mari díjas érdemes művész, színházak színpadain, filmekben játszik, aktív környezetvédő, saját lemezével országszerte sikeres koncerteket ad folyamatosan, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mindannyiunk nappaliában megfordult már legalább egyszer, ha más nem a hangjával, például amikor egy Sandra Bullock filmet néztünk. Azt hiszem, nem állok zsákba mocskát, hiszen mindenki tudja, hogy kit köszöntök szeretettel stúdiónkban, Fűr Anikóval beszélgetek. Szia, Anikó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Egy picit lőjük be, hogy hogyan is indult a te pályafutásod. Ugye téged elsősorban talán még mindig ki lehet jelenteni, hogy színművésznőként ismernek. Hogy jött hát neked erről van papíron, igen. Hogy jött neked egyáltalán a színjátszás? Azt szoktam mondani, hogy bajós jelek a családban már mutatkoztak korábban is, de én 10 éves koromtól már azt illetőleg, hogy a nagyanyám az operaház ösztöndíjasa volt, még a háború előtt, aztán egy súlyos betegség, és a maga a háború ennek véget vetett sajnos. Édesanyám is énektanár és előadóművész,
Nagyapám amatőr színjátszó volt, tehát mondom, ez a gének azért rendesen dolgoztak, de én ennek dacára 10 éves koromtól, azt az egy évet kivéve, amikor én 8 évesen az Operáz gyerekkórusának oszlopos tagja voltam, és számos operában énekelhettem, mint gyerekkórus tag. Ezt kivéve én 10 éves koromtól erősen, elszántan és izmosan, és azzal a fanatizmussal, amivel én bele tudom magamat dolgokba vetni, amiben hiszek, készültem az iparművészeti főiskolára, és hát azért gondolom, hogy nem voltam teljesen tehetségtelen, mert a harmadik rostáig eljutottam. Ott ilyen irreális a túljelentkezés, mit tudom én, 4-5 helyre, a textiles szakra, hova amennyi embert fölvettek akkor. Mit tudom én, 2500-an jelentkeztek, tehát ilyen eszement túljelentkezés és túlkínálat a felvételizőkből, és eljutottam ennek dacára a harmadik rostáig. Tehát azért gondolom, hogy ha én ennek egy párszor nekirugaszkodom, akkor talán bejutottam volna, de hát az élet úgy hozta, és a véletlenek, sokszoros idézőjelben, mert szerintem véletlenek nincsenek, úgy hozta, hogy én bár, hogy mondjam, célirányosan nem akartam évet kihagyni, ezért a dekoratőr iskolába jelentkeztem, ami egy 2 éves szakmunkás képzőiskola. Ide is nagyon sokan jelentkeznek, de ide csak 6-szoros volt a túljelentkezés, ide felvettek. Ez egy nagyszerű iskola volt, először az Osváth utcában, majd a Damjanich utcában, mert éppen abban az évben költözött egy önálló épületbe. Most nem tudom, hogy hol működik, mert aztán egy pár évvel ezelőtt a Damjanich utca épületből is elköltözött. Tehát én ezt elvégeztem, ezt az iskolát, ez egy nagyon... Nem is akármilyen szakon, ha jól tudom, divattervező? Nem, azt szerettem volna lenni, de nem, ez a dekoratőr és kirakatrendes dekoratőr iskola, ez volt a neve, most már csak dekoratőr iskola, ami nyilvánvaló, hát például ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, a dekoratőr és a kirakatrendezés, ez így viszonyul egymáshoz, tehát a kirakatrendező a dekoratőr munkának egy rész ága, vagy egy... És egy, akkor megszólalt a szíved? Vagy mi? Nem igazából, nem a szívem, hanem a zsebem szólalt meg, mert elmentünk, még műszaki egyetemistákkal elmentem statisztálni. Na, szumma szumárom ezt az iskolát elvégeztem, dicsérettel, és még dolgoztam is, mint egy ugye a sötét jövőt előre vetítőleg, szintén véletlenül a jelmezkészítő és kölcsönző vállalatnál egy személyes állásban. És akkor ez alatt az év alatt, mondom, történt az a tulajdonképpen pálfordulás azzal kapcsolatban, hogy én mit, milyen szakmára készültem, és aztán végül is mit csinálok most már lassan 30 éve. Elmentünk statisztálni, és akkor Kanyó Béla, fotóművész, aki a színház és főleg a táncművészet nagy szerelmese és gyönyörűséges dokumentalistája a fotókat, illetően hajnal felé megkérdezte, hogy hát csinálhat-e rólam néhány fotót, hát mondtam, biztos nem ismerkedni akar, mert látta, hogy nem vagyok egyedül, és akkor mondtam, hogy persze, csinálja, hát mert mondom, csak bosszankodtam magam, hogy miért nem jutott eszébe előbb, amikor még kicsit kevésbé volt karikás a szemem. Tehát csinált, és megkérdezte, hogy van-e kedvem statisztálni, illetve reklámfilmekben fotómodellkedni. Mondtam, persze, hogy van, biztos fizetnek érte, az a dekoratőr fizetés mellé ez elég jól jön, mindenféle kiegészítés. És hát gondoltam, hogy úgy merül feledésbe az egész, ahogy részemről, de nem, mert egy néhány hét múlva kaptam válogatásra meghívást, és akkor indult az én csodálatos reklámfilm karrierem, Vasedény, Piért és mindenféle csodálatos reklámokkal. És egészen messzire vitt a te utat, hiszen rögtön a Madách Színházban lehorgonyoztál, jó néhány évet eltöltöttél ott, majd azóta 2004 óta az Örkény Színház alapító 2001 tagja. Óta, 2001 óta? Tulajdonképpen meg 2001-ben vette át Mácsai Pál az Örkény Színház művészeti vezetését, és 2004-ben vettük fel Örkény István nevét, és hát tulajdonképpen ez egy mai folyamat, tehát lényegében 16 éve vagyok én az Örkény Színházban. Mindegy, csak visszatérve ez alatt, hogy akkor a Téba stúdióba beiratkoztam, ők biztattak a felvételire, és én tényleg mind a mai napig kicsit outsiderként viszonyulok ez a dologhoz, tehát azt gondolom, hogy ez csak verzió a létezésemre, és hogy én ezt most csinálom, és kedvelt csinálom, de mi pedig kedvel nézzük, meg kedvel hallgatjuk. Köszönöm. Hogy lesz valaki egy ikonikus hang? Mert azt kell, hogy mondjam, hogy tehát szerintem Sandra Bullockot mindenki hozzád köti, tehát meghalljuk a hangját, de Uma Thurmantől kezdve azért sorolhatnánk. És még Cameron Diaz is, úgymond a barátaim közé tartozik, és mondtam, hogy ez mindez nagyon jó, csak kár, hogy nem fordítva van. Ezt szoktam mondani. És hát ugye a gyerekek körében meg azért nekem elévülhetetlen előnyöm van Fionával, tehát hogy amikor azt hiszem, hogy társaságban voltunk, és egy 9 éves forma kisfiú így hallgatta, hogy nézett rám ilyen
vizsla szemekkel, hogy most én mit is, ki vagyok, mi vagyok, és akkor nézte az anyukája, és mondta, hogy ő a Fionának a és az mondja, azt a... És akkor én nekem nyert ügyem van a gyerekeknél, tehát ez egy óriási for. És két ilyen komoly oszlophoz hozzájött még egy harmadik, amikor énekelni kezdtél. Hát ez azért elég régi, mert én a Madách Színházban, a Radnóti Színházban voltam gyakorlaton harmadéves főiskolásként, és akkor negyedévben átcsábítottak, még Ádám Otto és Szirtes Tamás átcsábítottak a Madách Színházba, és én ott egy zenés szereppel debütáltam, Szirtes Tamás rendezte, és én ott Varga Máriának voltam a húga, nem a Vízkereszt, ja Istenem, bocsánat, tehát ez most ez a tipikus kiadás. Tehát egy Shakespeare darabban debütáltam, és már abban is énekes szerepem volt, Marek Miklós írta a zenéjét, és... Megtetszett, vagy olyanok voltak a visszajelzések? Vagy hogy jött, hogy akkor mégis az éneklésnek egy teljesen új formája, hiszen ezek a te dalaid, azért három albumról beszélhetünk. Kettő, 2004-ben már ugye meg volt a Maxi. És a Kitalált világ. 2004-ben már meg volt elvileg a Maxi CD-d. Ezt abszolút te jobban tudod, mint én. Igen, akkor volt egy ilyen, egy ilyen horog, vagy egy ilyen, nem is tudom micsoda, egy ilyen csali, hogy mennyire, vevők erre, hogyha én énekelek, és a visszajelzés olyan váratlanul jó volt, hogy akkor mondták, hogy akkor jó, akkor vágjunk bele a nagylemezbe. Tehát az egész éneklősdit én, hát azt hiszem, sok-sok kollégám, aki éneklésre nyitja a száját, és hát valamennyire sikeresen teszi, megkerülhetetlen és mindenféleképpen hangsúlyozandó Bagó Gizella énekmester neve és személye, akihez mi mindnyájan, mint az éltető vízhez járunk, és kúthoz, mint tréning, mint pedig emberi töltődés szempontjából. Tehát én is abban a szerencsében részletettem, hogy a főiskola első évétől kezdve ő dolgozik velem mind a mai napig. Tehát olyan, mint egy jó edző és egy jó mentor, aki mellettem áll. És igazság szerint baráti biztatásra vágtam bele ebbe a zenei kalandba, és hogy Rutka Roberttel baráti szálakon keresztül ismerkedtem meg, Bereményi Gézával pedig hát már hosszú-hosszú régi becses barátságot tudhatunk magunk mögött, és arra büszke vagyok, hogy az én kerítői ötletem volt az, hogy őket, egy munka alá, egy búra alá veszem, hogy ők dolgozzanak együtt, és ez olyannyira jól sikerült, hogy azóta már sok jó munkát jegyeznek itt nélkülem is együtt. Azért azt mondjuk el a nézőknek, akik még esetleg nem ismernek téged, mint énekesnőt, hogy azért elég különleges, amit te csinálsz. Tehát nagyon személyes, nagyon nem sematikus témákat ragadtok meg, nyilvánvalóan Bereményi Géza tudja, hát hogy hogyan is működsz te belül, tehát azért te nagyon sokat ad saját magadból a színpadon, mind amellett, hogy elképesztően sokrétű műfajokat jártok ott be. Tehát itt vannak rockosabb, jazzesebb, nagyon különböző hangvételű, stílusú dalok, tehát abszolút mindenki megtalálja a kedvére valót. Igen, és még annyival köszönöm szépen a méltatást, még annyival egészíteném ki, hogy nehogy azt higgyék a kedves férfi nézők, hogy itt valamiféle női nyavajgás van. Hát ne felejtsük el, hogy ezt két férfi írta. Én csak a hangomat adom hozzá, meg a gondolataimat, meg a személyiségemet, meg azt a pillanatot, amikor én ezeket elénekelhetem színpadon, vagy akár lemezen. Nekem ez nagy-nagy élmény, egy nagy-nagy kaland, igazából haba tortán, mert ez egy külön dimenzió, ahol az ember így valahogy valami újat nyújthat talán a nézőknek és saját magának is. Ebben a kalandban következőleg július 29-én itt a 6. kerületben lehet része a nézőknek. Egy olyan kaland lesz, ahol zene, színház, irodalom egy kicsit összefor, élő zenei kísérettel, két zenész kollégáddal. Igen, a trió változatot fogjuk a két lemez, a Kitalált világ és a Nőstény álomból egy válogatás. Most nem a helyszínnek megfelelően nem a zúzós változatot, hanem az intimebb trió változatot fogjuk felállítani. Most a Rutka Robert, aki a dalok szerzője, fog gitározni, és Kalmusz Felicián pedig csellózni fog. Hát én meg énekelek hozzá. Egy igazi, különleges nyári este várja tehát a nézőket Fűr Anikóval és zenész kollégáival július 29-én a Hunyadi téri zenepavilonban este 6 órási kezdéssel. Érdemes lesz elmenni, és Anikóval egy kicsit közelebbről, talán egy kicsit másképp is megismerkedni. Én megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket, Anikónak a beszélgetést. Ez volt heti programajánlónk, hamarosan ismét találkozunk, addig is nyugodtan keressenek bennünket elérhetőségeinken. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!
A műsorvezető megjelenéséről Karajsz Dávid gondoskodik. László Lilla stílusos ékszereit az Alia ékszer biztosítja.